A Real Madrid vitatott körülmények között nyert az Ajax otthonában a Bajnokok Ligája 8-döntő első mérkőzésén. Az Inter bejelentette, hogy mostantól nem Mauro Icardi viseli a kapitányi karszalagot. A Premier League-ben szereplő Cardiff City elnöke Mehmet Dalman azt mondta, kifizetik a 15 millió fontos vételárat annak a repülőgép balesetben elhunyt argentin Emiliano Saláért, amennyiben a szerződés erre kötelezi őket. A 28 éves Salát januárban klubrekordot jelentő 17 millió euróért vásárolta meg az angol élvonalban szereplő Velszi Egyesület. A futballista ezért utazott Franciaországból Velszbe január 21-én egy-egy motoros repülőgépen. Útközben a pilóta La Manche fölött 1500 méteres magasságban kérte, hogy alacsonyabban repülessen a Guernsey szigetnél, majd az ereszkedés közben 700 méteres magasságnál eltűnt a radarképekről. Mint később kiderült, a repülő a tengerbe zuhant, csak február 3-án találták meg a roncsait. Salah holttestét múlt csütörtökön hozták fel a tengerfenékre süllyedt gépről, az 59 éves pilótának, David Ibbotsonnak viszont továbbra sincs nyoma. A brit sajtó most arról ír, hogy a Cardiff egyelőre nem akarja kifizetni az átigazolási díjat a Nantes együttesének. A klubelnök elárulta, hogy a francia egyesület perrel fenyegetőzik, de ők még várnak a végleges jogi álláspontra. Ha a szerződés arra kötelez bennünket, hogy fizessünk, természetesen megtesszük, fogalmazott az elnök a BBC-nek nyilatkozva. Ha azonban nem és vannak bizonyos anomáliák, akkor mindenki joggal várja azt tőlem, mint elnöktől és vezetőtől, hogy a klub érdekeit szem elő tartva védjem a pozíciónkat, és én pontosan ezt teszem. Dalman hozzátette, egyelőre még vizsgálják az esetet, s ez a folyamat eltarthat egy ideig. Amikor azonban elegendő információ áll majd rendelkezésre, leülnek a Nantes illetékeseivel és megtalálják a megoldást. Az olasz élvonalban szereplő Inter együttese a hivatalos Twitter oldalán közölte, hogy mostantól nem Mauro Icardi viseli a kapitányi karszalagot, hanem a kapus Samir Handanovic. A döntést Luciano Spalletti vezetőedző, Beppe Marotta vezérigazgató és Piero Ausilio sportigazgató együttesen hozták meg, mielőtt a csapat útra kelt volna Bécsbe, ahol a mai napon Európa Liga találkozó vár a kékfeketékre. Ennek fényében alig a számít meglepetésnek, hogy Mauro Icardi nem került be az utazó keretbe, így az argentin támadó biztosan nem lép pályára a Rapid Wien elleni találkozón, amelyen már Handanovic fogja viselni a kapitányi karszalagot. Luciano Spalletti időközben elárulta, hogy a játékos maga döntött úgy, hogy nem lép pályára az imént említett Európa Liga találkozón, tehát nem a vezetőség tette őt ki a keretből. Az egész ügy hátterében egyébként Icardi szerződés hosszabbítási mizériája áll, amely már több hónapja húzódik. A játékos kontraktusa 2021 nyaráig szól, amelyet a klub mindenképpen szeretne meghosszabbítani, ám a tárgyalások nagyon nehezen haladnak a játékos ügynökével, Wanda Narával, aki egyben a felesége is. Az eddigi hírek szerint a hosszabbítás a támadónak sem lenne ellenére, de új fizetésének összegén képtelenek dűlőre jutni a felek. Állítólag a felesége egy idényenkénti 10 millió eurós fizetést szeretne kicsikarni, de a vezetés 7 milliónál többet nem szeretne neki adni. Mindezek mellett az is olaj volt a tűzre, hogy az asszony kijelentette, szerinte a játékos társak a hibásak, amiért férjének nem megy a játék, mivel nem szolgálják ki kellőképpen. Márpedig ez érthető módon nem tett jót a kékfeketék öltözői hangulatára, és Icardi csapattársai egyre nehezebben tolerálják a feleség kritikáit, ez pedig feszültséget gerjeszt az öltözőben. Mindezek tükrében egyáltalán nem lenne meglepő, ha a támadó a nyáron elhagyná az Intert, amelyet 2013 óta erősít. Az AS Róma 2-1-re legyőzte a Portót a Bajnokok Ligája 8-döntőjének első mérkőzésén, így minimális előnyből várhatja a portugáliai visszavágót. A találkozó első góljáig egészen a 70. percig kellett várni, ekkor a hazaiak mindössze 19 éves támadó középpályása, Nicolò Zaniolo vette be a vendégek kapuját, vezetéshez juttatva a farkasokat. A fiatal játékosnak nem kellett sok, és 6 perc elteltével második gólját is megszerezte. Zaniolo ezzel minden idők legfiatalabb olasz játékosa lett, aki egy Bajnokok Ligája meccsen belül 2 gólt is tudott szerezni.
Három minutummal később Adrián López révén azonban a Porto szépíteni tudott, ez pedig sokba kerülhet a rómaiaknak a visszavágót illetően. Nagy lépést tett a Bajnokok Ligája legjobb 8 együttese közé jutás felé a Paris Saint-Germain csapata, amely Presnel Kimpembe és Kylian Mbappé góljával 2-0-ra győzött az Old Traffordon a Manchester United ellen. Ez volt Ole Gunnar Solskjær első veresége a Man United edzőjeként. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a kapuk csak ritkán forogtak veszélyben. Nem úgy, mint a második félidőben, amely heves Paris Saint-Germain rohamokkal kezdődött, és a vendégek nyomásának hamar meg is lett az eredménye. Az 53. percben egy szögletet követően Kimpembe talált közelről a hazaiak kapujába, előnyhöz jutatva a francia együttest. A párizsiak a gól után is támadásban maradtak, és mindössze 7 perc elteltével egy villámgyors akció után Kylian Mbappé duplázta meg a vendégek előnyét. A fiatal támadó karrierje 14. Bajnokok Ligája gólját lőtte, ráadásul ebből 10-et idegenben szerzett. Nem mellesleg Mbappé ezzel beérte a brazil Ronaldót a BL összesített gólövő listáján. Csak hogy amíg utóbbi játékosnak 40 meccs kellett a 14 gól eléréséhez, addig a franciának csak 24. Thomas Tuchel együttese a mérkőzés ezen periódusában ki is üthette volna a Unitedet, hiszen egymást követték a veszélyesebbnél veszélyesebb akciók. A mérkőzés végéig azonban már nem változott az eredmény, így az angol csapat nagyon nehéz helyzetből váratja a párizsi visszavágót. Tovább nehezíti a United helyzetét, hogy az együttes egyik legjobbja, Paul Pogba 89. percben a kiállítás sorsára jutott, így az angoloknak nélküle kell majd kivívniuk a kvalifikációt. A vendégek kapusának, Gianluigi Buffonnak egyébként az 50. kapott gól nélküli Bajnokok Ligája meccse volt a Man United elleni. Rajta kívül csak Edwin van der Sar és Iker Casillas mondhatja el magáról, hogy elérte ezt az álomhatárt. Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy a hazai játékosok nem is tették nagyon próbára az olasz kapust, hiszen mindössze egy kaput eltaláló lövésük volt az egész meccsen. Ehhez hasonló csúfság hazai pályán utoljára 2005. februárjában egy AC Milan elleni meccsen esett meg a manchesteriekkel. A Paris Saint-Germain egyébként történelmi győzelmet aratott, hiszen a Manchester United a Bajnokok Ligájában még soha nem kapott ki egynél több góllal az Old Traffordon. A 0-0-val végződő első félidő után a Tottenham Hotspur kisebb meglepetésre egy fölényes 3-0-ás győzelmet aratott a Borussia Dortmund felett. Pedig az első félidőben kifejezetten jól játszott a német együttes, ám a második játékrész legelején Son Heung-min egy védelmi hibát kihasználva előnyhöz juttatta a hazaiakat. A korábban német klubcsapatokban is szereplő dél-koreai játékos pályafutása során már 9. alkalommal vette be a BVB kapuját, ennyiszer pedig egyetlen ellenféllel szemben sem volt még eredményes. A találkozó utolsó 10 percében a londoni együttes Vertonghen és Llorente révén további 2 gólt is szerzett, ezzel valószínűleg eldöntve a továbbjutás sorsát. A Dortmund története során első alkalommal kapott 3 gólt egy Bajnokok Ligája meccs második félidejében, míg a Tottenham a 2010-2011-es szezon óta az első angol csapat, amely a BL egyenes kieséses szakaszában odaaza le tudott győzni egy német csapatot. A címvédő Real Madrid alaposan megszenvedett a remekül játszó Ajax otthonában, de végül 2-1-es arányban győzni tudott. A hollandok főleg az első félidőben nyújtottak kimagasló teljesítményt, és több nagy helyzet mellett egy kapufát és egy érvénytelenített gólt is elértek. A második félidőben már jóval összeszedettebben játszott a Real, ennek eredményeképp pedig Karim Benzema révén a 60. minutumban a vezetést is megszerezte. A francia támadónak ez már a 8. találata volt a 2019-es esztendőben. A La Ligában szereplő játékosok közül rajta kívül csak Lionel Messi szerzett ennyi gólt. Összességében pedig a 60. BL gólját lőtte, ezzel Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Raúl González után Benzema a 4. játékos, aki elérte ezt az álomhatárt a legrongosabb európai kupasorozatban. De ne menjünk el szó nélkül a Benzema gólját előkészítő Vinicius Junior teljesítménye mellett sem, aki idén minden sorozatot figyelembe véve már 8 gólpassznál jár, ami a legtöbb a Real játékosai között. Bár negyed órával később az Ajax Hakim Ziyech góljával teljesen megérdemelten egyenlíteni tudott, de a mérkőzés hajrájában a csereként beálló Marco Asensio találatával végül a madridiak nyerték meg a találkozót.
A meccset követően egyébként az UEFA hivatalos indoklást adott ki azzal kapcsolatban, hogy Demir Skomin a játékvezető miért érvénytelenítette a hollandok első félidőben elért, majd a videóbírózás után meg nem adott gólját. A közlemény szerint a játékvezető megállapította, hogy Tagliafico csapattársa Dusan Tadic lesejzetben volt és zavarta a kapust, megakadályozva abban, hogy elérje vagy megjátsza a labdát, amikor a fejest kapura küldték. Az UEFA szerint ezen oknál fogva a gólt helyesen érvénytelenítették. Ezzel persze Erik ten Hag, az Ajax mestere nem ért egyet, és ő maga úgy véli, együttesétől egy teljesen szabályos gólt vettek el. Sergio Ramos, a Real csapatkapitánya szerint azonban a videóbíró remekül avatkozott közbe, és egy nagyon fontos gólt érvénytelenített. Ramos egyébként a találkozón kisárgázta magát, így eltiltás miatt nem lépett majd pályára a visszavágón. A játékos a meccset követően félig meddig beismerte, hogy mindezt szándékosan tette, hogy ne valamelyik későbbi, fontosabb meccset hagyja ki a sorozatban. Mindez azért nem volt túl okos beismerés Ramostól, mert az UEFA több meccses eltiltással sújtja azokat a játékosokat, akik ehhez hasonló trükkel próbálkoznak. A spanyol lapok szerint a szövetség minden bizonnyal megduplázza a büntetést, így Ramos nem csak a visszavágóról marad majd le, hanem bukhatja az esetleges negyeddöntő első mérkőzését is. További focival kapcsolatos tartalmakért kövesd a Tikitaka TV Facebook és Instagram oldalát is. Ha tetszett az összeállítás, akkor nyomd rá egy lájkot, és további focis videókért pedig iratkozz fel a csatornára.